Sok szeretettel köszöntöm a drága jó televíziós tartalom fogyasztókat. Beleznai Endre vagyok, ez itt a Sztár Híradó. Mai vendégem Papp Dávid. Szia! Szia, köszöntök én is mindenkit sok szeretettel. Te egri vagy, az igaz? Igen. Ott is laksz, vagy csak onnan származol? Ott lakom, de Bükzsércről származom. Még egyszer, honnan? Bükzsérc. Bükzsérc. Igen, mert egyszer azt hittem franciául beszélsz, de nem jó. Az mennyire van közel? Én Egerben aránylag otthon vagyok, de Bükzsércen még nem voltam. Hát Egertől 30 kilométer. Az már komolyabb kör, benne a erdőben. És akkor ott jó a levegő? Jó. Nagyon jó levegő van. És csak, de akkor ott, ja nem várjál, mit mondtál előbb, hogy ott is laksz? Nem, ott laksz, születtél. Igen, ott, igen, Egerben lakom. És Egerben is jó levegő. Annyira nem. Mint Bükzsércre, de visszajársz Bükzsércre? Persze, vissza. Vissza. Igen, nem mondom, én nem szeretem meg, most legközelebb el kell mennem Bükzsércre is, hogyha ezt már megbeszéltük. Na és hogy te mióta foglalkozol zenével? Hát 2 éve. Hogy jutott eszedbe? Hát, csak úgy jött. Jött magától. Csak kifakadt belőled a muzsika. Igen. De előtte akkor gyerekkorban nem is ezzel foglalkoztál, tehát nem volt ilyen terved, hogy valaha zenélni fogsz? Nem. Egyszer sem. Mi volt a másik terved gyerekkorban? Hát, cukrásznak akartam tanulni, de nem sikerült, nem jött össze. Ha fáját pedig hozhattál volna valami cuccot, akkor ezt ünnepeltük volna mai napot. Na és amikor zenész, akkor milyen fajta zenét csinál? Hát inkább ilyen mulatós. Mulatós. És hol tartasz? Egy hány dal, vagy van esetleg lemezed, vagy készülsz rá? Hát készülök saját lemezre. Van saját dalom, kb. 10 darab. És működnek, szóval szeretik a népek? Hát igen, szeretik. És ott a környékkel lépsz fel, vagy most már eljutottál akár Nyíregyházáig is, vagy szóval mendig? Hát, ahová hívnak. Jó, amíg otthon is lehet. Bükzsércen már léptél fel? Nem. De miért nem? Hát, hogyha menj oda Bükzsércen, mondj oda a következő feladat, és lépjél fel, ha kell erőszakkal is. Jó. Jó, felépek. Csak ne ijedjenek meg a vadak, akikkel körbe szaladkálnak. És egyébként már TV felvételed, vagy ilyesmi volt már? Igen, voltam a TV2-nél, Parti Csóka Tominás, nagyon szépen köszönöm neki, hogy adott lehetőséget, hogy mehettem hozzá. Igen, Parti Csóka, csodálatos. Ezt a mikrofont is ő csinálta, csak mutattam. Tehát ilyenekre képes. Úgyhogy jó kezekben majd Parti Csóka Tominás. Meddig akar zenélni? Mik a távlati terve? Hát, amíg csak lehet. Miben nem halok? Az igen, hát ez nagyon szép gondolat, úgyhogy nem is kérdezek tőled, olyan szépen lezártad, mint halálig zene, azt mondtad. Köszönöm szépen a figyelmet a kedves nézőknek, jövünk majd nem sokára újabb Sztár Híradóval. Beleznai Endre voltam, mai vendégem Papp Dávid volt.